A rendezvényen beszédet mondott Rozgonyi István, aki hihetetlennek vélte, hogy milyen fejlődésen ment keresztül a település 2022-ben. A település vezetője megígérte, hogy 2023-ban új adót nem fognak bevezetni, és az iparűzési adó is változatlan marad. Ezt követően ismertette, hogy 2022-ben milyen beruházások valósulhattak meg, többek között a római katolikus templomot is felújították. Létrehozták a Bodrogkeresztúr applikációt is, tornatermet és új tantermeket is építettek. Főútrekonstrukció valósulhatott meg. Köszönetét fejezte ki a település vezetője Magyarország kormányának, aki segítette őket a főút felújítás során, és külön kiemelte a Tokaj-Borvidék fejlesztési tanács támogatását, amelyért hálás. Rozgonyi István ismertette a jövő esztendő terveit, ötleteit is, többek között az ipari terület építését, a Rákóczi ház felújítását, a sétány megvalósítását és a Bodrog plázs kialakítását. Nehéz évelé nézünk, az már tisztán látszik, de ezzel együtt bizakodó vagyok, hisz 2022-nek a folytatása, ugye hatalmas nagy beruházások történtek Bodrogkeresztúrba, de az látszik, hogy 2023-ban is folytathatjuk ugyanezt a tendenciát, hisz új év alkalmából gyakorlatilag elkezdtük a Fülöp-a-Gólya tábornak az építését. Ez egy... De a szívem csücske ez a beruházás, amit az elmúlt években zajlódik, ugyanis a Bodrog partján egy 40 fő elszállásolására képes 10 darab apartmanház, és egy ehhez tartozó kiszolgáló épület, hidegkonyhás kiszolgáló épületet fogunk megvalósítani 2023-ban. Az látszik azért, hogy nem csak Magyarország, nem csak Bodrog keresztül, hanem Európa felett is azért úgy gyülekeznek úgymond a gazdasági viharfelhők, de hál' Istennek most már január 1-ben megérkezett a önkormányzat számlájára a rezsitámogatás a magyar kormányzat részéről, úgyhogy ilyen szinten úgy bizakodó vagyok most, mert kicsit úgy derűsebben látom a világot 23-at illetően. Folytatódik ugye az a tendencia, de természetesen pályázunk a top 2-be, itt is hamarosan eredményhirdetés várható, valamint a pénzügyminisztériumban is jóváhagyásra 2 darab nagy beruházás Bodrogkeresztúrt illetően. De az évben egy különleges eseményre készülünk a kultúra kapcsán. A 2023 lesz az év, ami Bodrogkeresztúrban először fog megvalósulni, ugyanis Bodrogkeresztúr fog helyet és teret adni a Keresztúr nevű települések ifjúsági és diák találkozójának, hogy az egész Kárpát-medencéből, Ukrajnától, Szlovákiából, Erdélyből, a régi nagy Magyarország területéről várjuk az ide látogató keresztúri fiatalokat, és természetesen az anyaországból is körülbelül egy 100-110 gyermekre számítunk, úgyhogy a munka az elkezdődött. Nagyon várom ezt a találkozót. Ez egy hagyományt folytatunk 2023-ban. Hagyományosan minden évben meghívjuk ilyenkor a vállalkozókat, úgymond, ugyan egy kis gesztus gyakorlunk felük, egy kicsit beszélgetünk egymásról, összeülünk egy vacsora és egy pohár pezsgő keretén belül. Minden évben ugye megvalósítjuk ezt a rendszeresen, és a Covid az elmúlt 2 évben kicsit gátat szabott ennek, úgyhogy hogy nagy izgalommal várom ezt a mai napot is, de hál' Istennek a visszajelzések alapján szép számmal leszünk a ma este folyamán, valamint tiszteletét teszi a megyei közgyűlés elnöke és a Tokaj-fejlesztési tanács társelnöke dr. Szabó Tünde is. Dr. Szabó Tünde, országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, hogy fantasztikus hely Bodrogkeresztúr, úgy véli, hogy az elmúlt időszak eredményei, sikerei annak köszönhető, hogy ilyen vállalkozók élnek a településen, és hozzájárult a polgármester és a térség vezetői elhivatottsága egyaránt. A turisztika az északkeleti régiót és Észak-Kelet-Magyarországot célozta meg, ezért is kell nagyokat álmodni. Úgy véli, hogy ezek teljesíthetőek, hiszen a magyar kormány támogató. Gazdaságfejlesztése a következő időszakban is nagyon fontos lesz, hogy a térséget támogassa. Dr. Szabó Tünde úgy vélte, a célok, amelyeket Rozgonyi Istvántól hallott, tényleg Magyarországot szolgálják. Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsoda-Bolyzemplén vármegyei közgyűlés elnöke kiemelte, hogy a 2022-es esztendő minden tekintetben nagyon nehéz volt. Nem volt egyszerű sem a vállalkozók, sem pedig a megye lakossága számára, hiszen a világjárvány lecsengése után új kihívások születtek a világban. Először a szomszédunkban zajló háború, majd pedig ennek következtében kialakult gazdasági válság megjelent, mind a munkahelyeinken, mind az otthonunkban és a mindennapi életünkben. Bánné dr. Gál Boglárka úgy véli, hogy helyi és az országos szinten is komoly erőfeszítések folytak a helyzet stabilizálására, ez azonban több lépcsős és sok időt vett és vesz igénybe.
A Vármegyei Önkormányzat nevében kijelentette, hogy lezártak egy időszakot, amely a 2004-2020-as fejlesztési időszak volt, amelynek köszönhetően eredmények születtek, mind a 358 településen. Ismertette, hogy a következő időszakban is folytatódnak a beruházások, fejlesztések a megyénkben. Ezt követően dr. Szabó Tünde, Bánné dr. Gál Boglárka és Rozgonyi István pezsgővel kocintottak az új esztendőre, kifejezve köszönetüket a helyi vállalkozóknak.